Az alapiskolások a korábbiakkal ellentétben csak 5. osztály után jelentkezhetnek a 8 osztályos gimnáziumba, mivel az alapiskolák már nem 8, hanem 9 osztályosak. A jelentkezők magyar, szlovák és matematika írásbeli felvételit tesznek. Beszámítják a 4. évvégi és az 5. félévi bizonyítványt, valamint a tanulmányi versenyeken elért eredményeket is. A diákokat a tervek szerint olyanok kezdik majd tanítani, akik alapiskolás tapasztalatokkal is rendelkeznek. Teljes mértékben egy szerkezetváltó programot szeretnénk megvalósítani, tehát egy kis osztálylétszámú, nagyon jó képességű diákokat, akik elsősorban az önálló tanulásra nevelnénk, és végül is ennek a 8 éves képzésnek a lényege az értelmiségivé, illetve elitképzés, tehát egyetemekre és főiskolákra való felkészítés. Az oktatási intézményben február 28-án 13 órától nyílt napot tartanak. Az iskola vezetősége arra kéri a 8 osztályos gimnázium iránt érdeklődő szülőket, hogy lehetőség szerint gyermeküket is hozzák el erre az eseményre. A Vámbéri gimnázium egy tavaly őszi komplex tanfelügyeleti ellenőrzés során Szlovákia középiskolái közül az egyik legjobb minősítést kapta.